Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Tűz. Az elmúlt hónapokban valahogy többször elhagyta a számat az a mondat, hogy én a tűz leánya vagyok. És ha már így alakult, úgy gondoltam, hogy elkezdek szemlélődni magamban, hogy vajon miért mondtam ezt, és vajon mi az a belső tűz, ami él bennem. És most arra szeretnélek hívni benneteket, hogy legyünk együtt ezekben a kérdésekben. Nézzük meg együtt, hogy mi az a belső tűz, ami él bennünk, ami ég bennünk. Vajon ez a belső tűz, ez pusztító? Vajon felperzsel, feléget világokat? Futó tűz? Vagy melegséget ad? A családunknak, az otthonunkban melegséget áraszt? Tápláló? Milyen tűz él bennünk? És hol vannak ennek a tűznek a tápláló forrásai? Mi az, ami táplálni tudja? Merjük látni, hogy mi az, ami a mi belső tüzünket táplálni tudja? Vagy hagyjuk, hogy a körülmények olajat öntsenek a tűzre? Hagyjuk, hogy a körülmények olyan dolgokat dobjanak a mi belső tüzünkre, hogy aztán egy fekete füstben fuldokoljunk? Merjük-e látni, hogy hol van a mi belső erőforrásunk? Merjük-e látni, hogy mi az, ami táplálhat, amivel ha táplálom magamat, akkor utána tudok adni, amitől tudok melegséget árasztani. Én nagyon-nagyon-nagyon sokáig féltem attól, hogy a bennem lévő tűz az megégett másokat. És attól is féltem, hogy ha olyan emberek gyűlnek körém, akkor lehet, hogy akkor ők el akarják folytani, hogy meg akarják semmisíteni, el akarják oltani ezt a tüzet. Állítólag energiaválság van, én ehhez nem értek, de azt a saját tapasztalatomból tudom, hogy évtizedekig energiaválságban éltem az életemet, és nem figyeltem arra, hogy mire adom az energiámat, hova teszem, hogyan pazarlom el, és hagytam, hogy kiégjek, hagytam, hogy elégjek, hagytam, hogy a rossz kompromisszumok rám égjenek. És egy ponton már szinte azt éreztem, hogy az a kicsi, pici őrláng sincs már. Annyira hagytam, hogy a körülmények befolyásolják ezt. És azt érzem, hogyha elkezdem azt megnézni,
hogy mi az, ami számomra tápláló lehet, mi az, ami számomra értékes lehet, mi az, ami igaz nekem, mi az, ami élni szeretne bennem, akkor talán teljesülhet az a vágyam, hogy egy olyan fény lehessek, amit meglátnak azok messziről, akik szeretnének melegséget, akik szeretnének oda gyűlni, akik szeretnének ebből táplálódni. Én hiszem azt, hogy mindannyiunkban ott van az a belső tűz, az a belső erőforrás, ami köré, ha oda gyűlnek a többiek, akkor meg tudjuk őket melengetni, és a többiek is tudnak minket táplálni, tudnak nekünk adni, és ezáltal mi kaphatunk, befogadhatunk, és ez egy gyönyörű körforgássá válik. És én hiszem azt, hogy ez a belső erőforrás, ez táplálható, hogy mindannyian megtalálhatjuk hozzá az utunkat, és hogy valójában csak a nézőpontjaink azok, amik elválasztanak minket attól az úttól, hogy erre rátaláljunk. Én úgy hiszem, hogy minden energia, és minden helyzet az éberségünk, a tudatosságunk mértéke szerint átlátható és megváltoztatható. És hogyha egy helyzetnek meg tudom változtatni az éberségemmel, a tudatosságommal az energiáját, akkor az a helyzet ezáltal meg is fog változni. És legyen az bármilyen adott élethelyzet, hogyha meg tudom változtatni annak az energiáját, akkor maga a helyzet is megváltozik. Én nekem az a vágyam, hogy merjem megmutatni, hogy lássam, hogy mások is merik megmutatni, hogy mi az a tűz, ami bennünk van, hogy merjek tápláló lenni, merjek szenvedélyes lenni, hogy ne féljek attól, hogy mások ezért megítélnek. És én hiszem azt, hogy ezt mindannyian meg tudjuk találni magunkban, és ezáltal tudjuk egymást táplálni, segíteni, és hogy ezáltal az a belső rend, ami bennünk felépül, az egy külső rendé tud alakulni. Nekem ebben segített rengeteget az elmúlt időszakban a zen gyakorlat, hogy meglássam, hogy hol vannak a félelmeim, hogy ezekkel együtt tudjak lenni, és hogy meglássam, hogy hol vannak a határok. Mert még a tűz hasonlatnál maradva, hogyha egy tüzet nem megfelelően táplálunk, akkor az egyrészt veszélyes is lehet, másrészt lehet, hogy kialszik. Úgyhogy én azt kívánom mindannyiunknak, hogy merjük megélni azt,
ami bennünk, ez a tűz, merjük az erőforrásainkat, a kincseinket használni, és hogy segítsük egymást ebben. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést és a figyelmet.